A diplomácia terén sem csökken a feszültség. Ma Kijevbe látogatott az észt, a lett, a litván, valamint a lengyel államfő. Eredetileg a német elnök is utazott volna, ám az ukránok jelezték, nem látják szívesen a német vezetőt, ők inkább a kancellárral tárgyalnának. Közben az is egyre nyilvánvalóbb, hogy a háború miatt tovább bővülhet a NATO, erre már az oroszok reagáltak hevesen. Közös képen mutatta meg az észt, a lett, a litván és a lengyel államfő, hogyan indulnak a Zsesuvi vasútállomásról Kijev felé. És megmutatták azt is, ahogy megérkeztek golyóálló mellényben. A cél egyértelmű, újabb pénzügyi és katonai segítséget akarnak vinni Ukrajnának. Eredetileg velük utazott volna a német elnök is, de az ő útját lemondták, ami elég nagy diplomáciai feszültséget okozott Németországban. Kollégám és barátom Andrzej Duda lengyel elnök javasolta a napokban, hogy a lett, a litván és az észt elnökkel mi is menjünk Kijevbe, hogy egy erős üzenetet küldjünk az európai szolidaritásról Ukrajnának. Kész voltam az indulásra, de láthatóan nem láttak volna szívesen, fogalmazott a német elnök. Az ukránok egyrésztről jelezték, hogy az államfőt nem tartják megfelelő partnernek, mivel pusztán ceremoniális tisztséget tölt be. Ők inkább a német kancellárt várták volna, és magyarázatot várnak arra is, hogy Olaf Scholz miért akadályozza a német fegyverszállításokat Ukrajnába. Az ukránok másrésztről Frank-Walter Steinmeier tartják a háború egyik fő felelősének is, hiszen külügyminiszterként jó kapcsolatot ápolt Oroszországgal. A német államfő azt állítja, ezt azóta megbánta. A német kormány barátságtalan lépésnek tartja Kijev döntését, Olaf Scholz azonban nem készül Kijevbe, német sajtóértesülések szerint ugyanis a német kormányban nincs egység Ukrajna ügyében. Az ukrán elnök viszont egyértelműen megüzente, mit várna Németországtól, elsősorban fegyvert, és azt, hogy támogassa a Moszkva elleni szankciókat. Azért van szükség a szankciókra, mert csak így kényszeríthetjük Oroszországot békekötésre. Szükség van arra, hogy szankció alá vonják az összes orosz bankot, nem csak egyeseket, és szükség van a teljes olaj- és gázembargóra is. Jelentette ki Volodymyr Zelenszkij, aki ezúttal az észt parlament képviselői előtt beszélt. Az olaj- és gázembargó továbbra sincs terítéken, ami azonban a fegyvereket illeti, Ukrajna egyre többre számíthat. Közben egyre nyilvánvalóbb, hogy a háború hatására a NATO hamarosan tovább erősödhet. Mindezt azért tesszük, mert Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ez mindennek az oka, az oroszok a rossz fiúk, rossz dolgokat tesznek, és nekünk erre valahogy reagálnunk kell, mondta a svéd védelmi miniszter. Az orosz elnök azt üzente, a barátságtalan lépésekre megvannak a válaszlépéseik. Az orosz olajra, gázra, szénre itthon is van kereslet, fel tudjuk dolgozni és el tudjuk adni. A világon mindenütt van kereslet energiahordozókra, azokat más országoknak is el tudjuk adni, jelezte beszédében Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök hozzátette, az eddigi szankciók ugyan okoznak nehézségeket az országnak, de ezeken hamar túl tud majd lépni az orosz gazdaság.